Semleges térfél. Szurkolók a magyar fociról, feketén-fehéren. Találkozunk minden vasárnap, élőben. Keresd minket a Facebookon, és iratkozz fel a Semleges térfél YouTube csatornájára. Mellettem Borsa Gábor, Semleges térfél csapattal, kerettag, szia-szia, és nem mellesleg a Bánkarakasz Kiemlék Torna társszervezője? Hát igen, társszervezője, mondjuk azt, félig ötletgazdája. Az idén a diósgyőriek szervezik a tornát, tavaly az újpestiek szervezték, hát nekem most az idén kevesebb feladat jutott, de baromi sokat dolgoztak az emődi Zoliék, úgyhogy már most gratulálok a szervezéshez. Ugye ez egy vándortorna, jelenleg Miskolcon vagyunk, de jövőre úgy néz ki, hogy Budapesten lesz, erről már volt egy pár szó részedről. Ez a vándorság, ez megpróbálja körbejárni az egész országot, hogy minden olyan NB1-es csapatnak az otthonába, városába ellátogassunk, ahol egyébként érdemes lenne? Az eredeti terv az úgy hangzott, hogy vagy felváltott helyszínnel Budapest és Miskolc, vagy pedig, hogyha lesz más jelentkező, akkor természetesen elvisszük oda is a programot, akkor viszont a helyieknek is nyilván hárul szervezési feladat, mert azért távszervezésben ezt megoldani teljes mértékben nem lehet. Viszont éppen tegnap volt egy telefonbeszélgetésem az egyik dunaszerdahelyi szurkolói csoportnak a vezetőjével, és azt beszéltük meg, hogy jövőre már ők is szeretnének részt venni a programban, és azt vizionálta, hogy ők 2-3 év múlva szeretnék ezt a tornát megrendezni. Szóval szeretnék megrendezni ezt a tornát 2-3 év múlva, úgyhogy én azt gondolom, hogy az valóban egy ütős helyszín lenne, hogyha az egész magyar szurkolói mezőny elmenne, és Dunaszerdahelyen együtt emlékeznénk erről a két sportolóról. Felvidékre ellátogatni egyébként, az egy nemzeti ünnep lenne, vagy nemzeti tragédia, hogy Felvidékre kell látogatni egy magyar tornának? De ez most a félig tele vagy félig üres a pohár kérdése, ünnep, hát ünnepet kell csinálni, nyilván együtt kell ünnepelni azt, hogy együtt szurkolunk a magyar foci csapatoknak, a dunaszerdahelyiekkel együtt, ugyanaz a szenvedélyünk, ugyanaz az örömünk, a bánatunk, ezt ünnepé kell varázsolni. Ugye Gábor, te vagy az újpesti baráti kör elnöke is. Milyen érzés együtt csücsögni a Ferencváros szurkolókkal? Tudtok-e beszélni? Milyen a viszonyotok? Kicsit erről mesélj. Remek érzés. Nekem nincsen fradi fóbiám. Úgy látom, hogy akikkel beszélgettem, azoknak sincsen újpest fóbiájuk, és én azt remélem, vagy merem remélni, hogy ezt lehet egy kicsit szélesíteni, ezt a kört. Még egyszer mondom, ugyanaz a szenvedélyünk, csak egyikünknek se hibája, hogy annak a csapatnak kezdett el szurkolni, amelyiknek. Mind a két klubnak óriási tradíciója van, hatalmas sikereket értek el a történelmük során, ezt tisztelni kell. Nincs nekünk okunk arra, hogy ne szeressük egymást. Ugye a torna az jótékonyság jellegű is, gyűjtés is folyik folyamatosan. Ez hogyan működik, hogyan rendszerezitek ezt az egészet, és mi az, amire ti gyűjtötök, tehát mi az a végcél összegben, vagy valamilyen személynek, ami miatt igazán az egész torna megszervezésre került? Ez az egész ötlet, ez akkor alakult ki, amikor a diósgyőriekkel a Rakacki emléknapon, ugye a Rakacki Bence halála után az emléknapon együtt fociztunk, és aztán azt követően az eredeti ötlet az volt, hogy ha valaki megint bajba kerülne, akkor kelljen elkezdeni 500 forintonként összegyűjtögetni a támogatásra valót, és nyilván ez idő is, plusz energia, plusz pénz. Ebből indult ki az egész ötlet, és aztán az lett az ötletnek a vége, hogy a Bánka Kristóf Alapítvány, amelyik már korábban is létezett, az kezeli ezt a pénzt. Ugye összetevődik az összeg nevezési díjakból, meg különböző adományokból, árverezésekből, licitekből, stb. Ezt egy évben két célra lehet felhasználni, mert lehet, hogy nem egy, hanem két bajba jutott fiatal sportoló van, és azoknak, akik bármilyen magyarországi, vagy hát akkor beszélhetünk most már határon túl magyar fiatal baleset, vagy betegség miatt veszélybe kerül a sportpályafutása, vagy akár az élete is, az ő gyógyulásuknak a támogatására szeretnénk ezt az összeget fordítani, amit egyébként úgy lehet, hogy vagy felénk, vagy a diósgyőri szervezők felé
egy igényt kell küldeni, némi dokumentációval alátámasztva, és akkor egy háromtagú bizottság megbeszéli ezt a dolgot, és akkor működhet a támogatás. Ha jól tudom, volt már arra példa egyébként, hogy támogatást tudtatok valakinek ezáltal segíteni az egészségügyi rendben jövetelére. Igen, egy diósgyőri fiatal ifjúsági válogatott srác, a Lakatos Laci-nak a bal felkarjában volt egy rossz indulatú daganat, és hát ez tavaly valamikor március-április környékén jutott hozzánk el ez a hír, nem túl sokkal azután egyébként, hogy az első bánkarakacki emléktornát lebonyolítottuk, és 180 ezer forinttal tudta az alapítvány. De hát inkább úgy mondom, hogy ez a szurkolói közösség támogatni a Lakatos Lacinak a gyógyulását, akiben egyébként egy hihetetlen figurát ismertem meg, egy rendkívül céltudatos, egy nagyon-nagyon szerény és egy meghatásig szelíd srác volt. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor mi az Andrással, a diósgyőriek egyik szervezőjével meglátogattuk, és hát átadtuk a jelképesen a támogatást, akkor mi onnan úgy jöttünk el, hogy gyakorlatilag mi lettünk föltöltve hittel, meg örömmel, hogy ezzel a sráccal megismerkedhettünk. Hát azért ezt öröm hallani. Kicsit az interjú végén térjünk ez Újpestre, szeretett csapatodra. Kupa győztes lesz idén a csapat? Minden évben az lesz. Úgyhogy ez nem is kérdés. Tavaly is az volt, jövőre is az lesz. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. A műsor szakmai partnere a cégközép.hu, az amigélekén.hu, a lokiblog.eu, valamint a Gólterápia rádió műsor. Egy vérből valók vagyunk.